felkérték arra, hogy a milánói expo ideje alatt egy kiállítást rendezzek. És rám bízták, hogy milyen művészt, illetve milyen csoportot állítok ki. És mivel már akkor a Holess Dénes életmű kiállításon dolgoztam, Holess Dénes álma volt, hogy eljusson Olaszországba, amit sajnos élete alatt nem sikerült megtennie, így adva volt a lehetőség, hogy Holess álmát valóra váltsam, és az ő életművét mutattam be. Egy különleges, szakrális helyszín, a világörökség része. Várjéze Olaszország egyik leghíresebb lovas fellegvára, nagyon híres lovassportjáról és lovas kultúrájáról. A svájci határ közelében Milánótól 55 kilométerre járunk. Varese, ez a festői kisváros, a Lago Maggiore és a Comoi tó közelében fekszik. A hely, ahol egy világhírű, de Magyarországon alig ismert magyar festőművész álmát váltotta valóra az Abigail Galéria lelkes csapata. Holess Dénes több mint 5 évtizedes vándorlása kontinensről kontinensre, nyughatatlan szabadságvágya, talán épp itt ért révbe 2015-ben, hogy egy újabb út kezdődjön el. A nagy hazatérésé, a magyarországi bemutatkozásé. Varese városa mindig is forgalmas központ volt a Lago Maggiore, Como és Milánó között. A világ számtalan országából érkeznek hozzánk turisták és művészek egyaránt, tehát mondhatjuk, hogy Varese a környék kulturális központja. Fontos megemlíteni még, hogy Varesében és itt a provinciában a lóversenypályán kívül is nagyon különleges szerepet tölt be az emberek mindennapjaiban. A környéken élők nem csak Olaszország legnagyobb lóversenyei miatt találkoznak a lovakkal, ezeket a csodálatos állatokat szinte szentként tisztelik az itteniek. A lovak és a lovas műalkotások, képek, szobrok, rajzok, festmények minden városi és falusi lakásban vagy házban jelen vannak. Holess Dénes kiállítás igazán nagy élmény volt Varese városának. Egy olyan képzőművész munkásságát láthattuk vendégül, aki Ázsia és Ausztrália után Amerikát is meghódította. Majd visszatért Európába és végül szülőhazájába, Magyarországra, ahol tragikus módon csak heteket töltött halála előtt. Holess Dénes, vagy ahogy a világ ismeri, Dénes de Holess, 5 kontinens 15 országában élt, alkotott és sikert sikerre halmozott. Bármerre járt, képei értőszemekre és jól fizető műkedvelőkre találtak. Ahová el szeretett volna jutni, oda eljutott. 2 beteljesületlen álma maradt csupán. Bemutatkozni az olasz művészvilágban, majd hazatérni Magyarországra, és végre megpihenni elismert művészként, hön szeretett hazájában. Ő 1930-ban hagyta el Magyarországot, felvidéki magyar nemesi család sarja egyébként. Kínába ment, ahol az építész testvére már sikeres volt, és hát fél évszázadon át vándorolt, és ez a vándorlás az, ami engem érdekel. Mit keres, mit kutat, mit hajszol a világban 50 éven át? Ugye 15 országban élt, ment a Kínából Ausztráliába, Amerikába, és aztán Európa visszahódította őt, sorba jöttek az európai nagyvárosok, elsősorban ugye természetesen Párizs, ahol óriási sikerei voltak. Fekete Klári 25 éven keresztül volt Magyarország egyik legkeresettebb manökenje, ahogy akkoriban hívták a top modelleket. Miután a 70-es évek közepén otthagyta a kifutók világát, a magyar ruhaipart a turizmusra cserélte. Egy utazási irodában találkozott először Holess Dénes feleségével. Története bármilyen hihetetlennek is hangzott, Klárit azonnal magával ragadta. Annyira, hogy mindenképpen fel akarta göngyölíteni a teljes életművet. A szinte meseszerű életrajzot végül ő foglalta össze és kezeli máig. Ebbe szeretett aztán bele az Abigail Galéria tulajdonosa is. Holess Dénes élete egy hollywoodi filmbe kívánkozik. Elindult Besztercebányáról, híres uralkodók és filmművészek portréfestője lett, majd a 20. század egyik legismertebb és legelismertebb lovas festője, művészettörténészek és kritikusok szerint is.
Innen erről a meseszép besztercebányai birtokról indult Holess Dénes soha véget nem érő útja. Építéscsaládból származott, ő lett az egyedüli festőművész a három fiú testvér közül, de tehetsége már igen korán megmutatkozott. Ígéretes tehetség volt a főiskolán. A réti tanár úr azt mondta, hogy tulajdonképpen ő már félig kész festő, amikor oda ment. És ez abban is megnyilvánult, hogy biztosan nézők is tudják, hogy óriási renoméja volt annak idején a Római Magyar Akadémiának, Művészeti Akadémiának, és a legtehetségesebb festők oda pályáztak és meg is kapták. Holess is megkapta ezt a lehetőséget, csak éppen sajnos nem tudta elfogadni, mert be kellett vonulnia a csehszlovák hadseregbe. 1930-at írtak akkor. Holessnek persze eszeágában sem volt magyarként a csehseregben szolgálni. Ha már nem mehetett Abba Novák Vilmossal a Római Akadémiára Botticellit tanulmányozni, inkább meg sem állt Sánkháig, ahol már várt a bátyja Oszkár és barátjuk a világhírű építész, Hugyec László. A Hugyec nevű építész, aki ma már, mint tudjuk, világhírű, mert Kínát elvarázsolta a csodálatos építészével a 30-as években és a 40-es években, az ő családjuknak barátja volt, mert az ő szülei és nagyszülei is építészek voltak, sőt az egyik testvére is, a három Holess fiú közül az egyik. És ez a Hugyec meghívta az Oszit, az Oszkárt, és ő ott már egyik segédmérnöke volt, építészmérnöke a Hugyecnek, és ő írta Dénesnek, hogy Dénes, ez a Kína egy csodálatos világ, szerintem neked itt lenne a helyed, gyere. A bátynak valóban igaza lett. Dénes portréképei és zsánerképei lenyűgözték a kínai elitet. Sorra rendelték tőle az arcképeket, kiállításait a sajtó az egekbe magasztalta. Stílusa egyedi volt, látásmódja európai, de valójában egyetlen művészeti irányzathoz sem sorolható. Valami olyan, ami napjainkig fenntartja iránta az érdeklődést világszerte. Én sokat jártam Kínában is. Azzal tapasztaltam, hogy ott is megnőtt az érdeklődés iránta, amely nyilván nem választható el attól, hogy ő ott dolgozott hosszú ideig, és tulajdonképpen a Kína kulturális énjének egyfajta legyobbatát hordozzák az ő képei. Tehát ők nem csak Holess Dénesre kíváncsiak, hanem önmagukra is, nyilván a Holess Dénes szemüvegén vagy ecsetjén keresztül. Holess Kínában sem nyughatott. Sikerei ellenére innen is tovább állt. Hongkong és Japán érintése után bejárta a Fülöp-szigeteket is, majd Balin felépítette élete első és utolsó saját házát. Új-Zélandon a benszülöttek világa ragadta magával. A szabadságuk, vadságuk nyűgözte talán le a művészt. Vagy csak az a romantikus ösztön, az egzotikum iránti vágy, ami aztán a láncaikat letépő lovak egyik legnagyobb festőjévé is tette. Nem csak interkulturalitásról szól ez, hanem az egyes korok közötti párbeszédről. Mindenki, akiben él a romantika és az egzotikum iránti ösztön. Mindenki, akinek kedvenc hőse mondjuk Benyovszky Móricz, annak Holess Dénes is. Holessel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy talán egy indonéz tudósnak Holess Dénes neve többet mond, mint egy magyar esztétának. Élete újabb meghatározó fordulata Ausztráliában jött el. Itt ismerkedett meg az ausztrálok ünnepelt zongora művészével, későbbi feleségével, két gyermekük édesanyjával, Joyce Greerrel. A csodálatos asszonyt az egri várvédő nők történetével és egy gyönyörű portréképpel vette le a lábáról. 10 nap múlva már házasok is voltak. Hétfőn kezdték a portréfestést, és a következő kedden már a címlapon volt a szalagcím, hogy az ausztrálok koncert fenoménja házasságot kötött a jóképű magyar festővel. A híres szerelmes portré óriási szakmai elismerést is hozott Holess számára. A New Yorki portréfestőknél díjat nyert vele. A
házaspár Amerikába költözött. Hol esít hírességekről készít portrékat, melyekkel kisebb vagyont keres. Az új világban a szabadságérzése megbabonázza. Figyelme a lovak felé fordul. Gyerekkori emlékei alapján emlékezetből kezdi festeni senkiével össze nem hasonlítható, különleges, expresszionista stílusú lovait, melyek először Hollywoodot, majd az egész világot megbabonázzák. Ezek a lovas képei kápráztatták el 2015-ben az olasz művészvilágot is. A Holes Dénes kiállítás és Holes művészete megdöbbentett. A legmeglepőbb számomra az volt, hogy a művész mindent átfogó, dinamikus formában ad elő egy olyan témát, a ló és lóverseny ábrázolást, amit a modern művészet úgy néz ki, hogy teljesen elfelejtett. Silvio Monti olasz szobrászművész is tavaly Varese-ben az Abigail Galéria kiállításán találkozott először Holes képeivel. A művészt nem csak a kiállítás különleges hangulata inspirálta, hanem az is, ahogy Holes a vágtató állatok mozgását ábrázolja. Szerinte ez semmilyen más lóábrázoláshoz nem fogható. Holes művészete és a festő képei olyan jegyeket hordoznak magukban, amelyek a modern művészetre, főként a konceptuális művészetre jellemzőek. Ugyanakkor meglepő és már-már páratlan az, ahogyan a dinamikát és a lovak kifacsart mozdulatait ábrázolja. Holes már nem érhette meg, hogy álma valóra válik és bemutatkozhat az olasz műértő közönség előtt. Halála után több mint 30 évvel viszont az olasz lovasport egyik fellegvárában, ráadásul egy igazi szent helyen jutott el álmai helyszínére. A Sacramontét, ezt a történelmi emlékművet az én javaslatomra és elképzelésem szerint restaurálták. Az épület és annak folyamatos átépítése évszázadok óta zajlik a domb tetején. A Sacramonte egy szent zarándok hely, sőt, a világörökség része. A Holes Dénes kiállítás különösen közel állt a szívemhez, ugyanis az épületet alkotó több száz éves kövek fantasztikus erőt sugároznak, és a páratlan dinamikával ábrázolt lovak pompás összhangban voltak a környezettel. Sőt, a festő különleges életútja, a lovak dinamikája és ereje nagyon jól érvényesült ebben a szintén egyedi történelemmel rendelkező erős és robosztus épületben. A kiállítást naponta több mint százan látták. Nagy siker volt Olaszországban. A sajtóban is több cikk jelent meg róla. Úgy gondolom, hogy Holes lovainak dinamizmusa és a lóalakoknak ez a nagyon expresszív módon megfestett figurái a város műértő, ugyanakkor lókedvelő lakosságában mély benyomást keltettek. Holes lovai az 50-es években a szabadság jelképévé váltak az amerikaiak számára. Leghíresebb lovas festményét, az Udvarlás című képet milliós példányszámban reprodukálták. Szinte minden amerikai tinédzser lakásában volt egy Holes poszter a falon. Lovai feltűnnek amerikai filmekben díszletelemként, de a legnagyobb hollywoodi sztárok falairól sem hiányozhatott legalább egy Holes kép. Ő nem hasett hasra Amerikától. Egyáltalán ő senkinek nem akart soha udvarolni. És ez volt az egyik momentum, ami nagyon tetszett nekem az ő történetében, hogy ő aztán nem volt se rokona, se ismerőse, sehol senkinek, és mindig a saját maga ura akart lenni, és csak a művészetéből élt. Holes Dénes egész életében arra készült, hogy visszatér hazájába. A külföldön elismert művész végül ismeretlen emigráns festőként halt meg Budapesten 1983-ban, hazaérkezése után 3 héttel. Ez a Holes titok, a történet titka, és ezt kutattam én is, és talán 15 év alatt sikerült megfejtenem, de szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy ő, mint ismeretlen magyar festő, így temették el őt 1983-ban, tudnék, ugye hazatért és 3 hét múlva rákban meghalt, ebben senki nem ludas Magyarországon, senki. Tudnék, ő elment fiatalon, amikor végzett a főiskolán, és ő nagyon sokszor szeretett volna hazajönni, de nem jött, és ez az ő elhatározása volt, mert kereste, űzött valamit, talán a szabadságot, a politikai szabadságot, az emberi szabadságot, a festői szabadságot. Nagyon, nagyon nehéz történet ez. Holes neve 10 éve került ismét előtérbe Magyarországon. Akkor Hajdu Kata 10 képét mutatta be budapesti kiállítótermében a Proféták hazatérnek című kiállítássorozat első részében. A Proféták kiállítássorozatnak pont az a lényege,
hogy ezek a művészek, akik különböző okból, politikai vagy egyéb okokból, különböző időszakban elhagyták hazájukat, és külföldön letelepedtek, ők ott sikeressé váltak, nemzetközileg ismert és elismert művészekké, de itthon a szülőhazájukban senki nem ismeri őket. Holes neve akkor itthon még senkinek semmit sem mondott, de a közönséget itt is rögtön lenyűgözte. 10 mű került haza egy gyűjteményből, Ausztráliából, ezt eladásra szánták, és a hazai közönség nagyon nagy lelkesedéssel fogadta, sőt olyan szinten, hogy a kiállítás első napján mind a 10 képet eladtam. Holes első életmű kiállítására több mint 1 éve készül az Abigail Galéria. A világ minden földrészéről kutatták a képeket újsághirdetésekkel az interneten keresztül. Hajdukat a kisebb-nagyobb galériákkal, aukciós házakkal is felvette a kapcsolatot, de sokat segített nekik a művész fia is. Szerencsések voltunk Holes Dénes életmű esetében, mert fia Hugo Holes Kanadában él, hagyaték egy részét ő kezeli, sikerült őt megtalálnunk, és meggyőznünk arról, hogy milyen fontos lenne, hogy az édesapja hagyaték a Magyarországra kerüljön, és itt a hazai közönségnek bemutathassuk. Én azt hiszem, hogy a nagy adósságaink közé tartozik, és soha jobbkor és soha értelmesebb missziót képzőművészet területén belül, mint azt, hogy egy kis csapat vállalta Holes Dénes újra megismertetését. Holes Dénes özvegye és fia mindent megtettek azért, hogy a festő ki nem mondott végakaratának megfelelően Magyarországon gyűjtsék össze a világban szétszórt gazdag életművet. Hivatásos művészettörténészek mindeddig nem kutatták. Életmű kiállítása és az ehhez készülő dokumentarista munka talán változtat a művész megítélésén, és 50 év vándorlás, 30 év elfeledettség után végre itthon is megnyugvást nyerhet a szabadság örök vándora, Holes Dénes.